építészet, Tokaji Borvidék fiatal építészek szemével. Élmények táborban a gesztei diákok. Ellenőrzés, a levegőből is figyelték a szabálytalankodókat. Üdvözlöm a Globo Televízió nézőit! Tokaj látnivalókban gazdag utcái, a város híres vagy érdekes nevezetességei egyedülálló vonzereje rengeteg érdekes és izgalmas pillanatot okozhat. Tokaj belvárosa adja magát. Gyönyörű épületek, hangulatos pincék, az elmúlt századok anyagi és szellemi gazdaságáról pedig a más-más felekezetekhez tartozó templomok sokasága tanúskodik. A városba látogatók vallástól függetlenül szeretik felfedezni a görög és római katolikus templomot, valamint a város történetéhez fűződő régiségeket. A folyók rengeteg lehetőséget rejtenek a település életében. A hajózás, evezés, pecázás vagy a strandolás is kellemes kikapcsolódást nyújtat a kirándulóknak. Az úgynevezett városnéző kisvonat pedig esélyt ad a látogatóknak, hogy jobban megismerjék, hova is érkeztek. Azt gondolom, hogy a városnéző kisvonat ez egy biztos pont, mert azzal végül is a város jellegzetességeit vagy látványosságait magán a kisvonaton meg tudják nézni. Ugye ott van egy idegenvezető, igaz, hogy gépi hang, de ott megy el a kisvonat, ahol azokat a látványosságokat megemlíti, ami nagyon jellemző a városra. A 4500 főt számláló kisváros fejlődésében nem csak a bortermelés és a forgalmazás játszott szerepet. Ez az egyik település a térségben, amely a legszebb természeti adottságokkal, valamint nagy történelmi múlttal is rendelkezik. Báját, romantikáját, idegenforgalmát csak fokozza a múltról mesélő házak hangulata és az évszázados borpincék. Sajátos háromszög alakú fekvése, a Bodrog folyóval tárkított tája minden évszakban különös varázssal fogadja a látogatókat. A hajóutak során pedig mindenki megismerkedhet a várost körülölelő folyókkal és a felettük elterülő hegyvonulatokkal. Nagyon régen szerettem volna ide eljönni, az a helyzet, mert hallottam róla, hogy nagyon szép hely, és nem is csalódtam benne. Mi a hotel Kelebbe vagyunk, hát nem sokáig, ugye 3 nap, 2 éjszaka, és hát nagyon meg vagyunk az ellátással is, meg mindennel elégedve. Annyira még nem tudtunk szétnézni, most azért is jöttünk be ide, a városközpontba, már jóformán hát ide, hogy valamit meg tudjunk nézni, hogy szét tudjunk nézni, és most szeretnénk a hajóval elmenni, kirándulni. A természetet, a folyót, ahogy összemegy a két folyó, nagyon összefolyik, nagyon szép. A hegyek, ezek a szőr, minden. Csodálatos szép. Hát még kicsit szeretnénk körbenézni, majd amennyi időnk engedi. A fő utca számos apró bolthelyiséget őriz, emlékeztetve Tokaj késő feudális kori kereskedelmi szerepére, amely érdekes dolgokat tartogat. Ezen kívül kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínálják a szebbnél szebb szuveníreket. A hangulat fokozása érdekében a településen is szerveznek boros programokat nyáron és ősszel, amelyek között mindenki megtalálta a neki leginkább tetszőt. Nem csak a hazai, de a lengyel turisták is szívesen utaznak Tokajba, mind a bor, mind a látvány, mind pedig a hangulat kedvéért. Éppen azt lehet mondani, hogy 10-15%-kal egészen biztos, hogy nőtt a forgalmunk, meg az ide látogató turistáknak is a száma. Gondolom köszönhető ez a Katlannak az abszolút színvonalas műsoraért, a jó szervezésért. A másik oldalon talán a Teknős Béka is, hogy most már megnyílt, és a színház is, a Tokaji Színház is hozzátesz ez a forgalom bővüléshez. Ez a bolt is például nem igazán a népművészet és a komoly értékeket képvisel, de ide jönnek a gyerekek, 7-esek, 8-osok, sajnos nekik a műanyag puska kell. Viszont az étterem, például a pizzéria, a pizza fogyasztás, a pizza rendelés az nagyon megugrott. Tehát jó a pizza, viszik a pizzát, szeretik a pizzát. Tavasszal, ősszel is, télen is szép a vidék, azonban nyáron a legideálisabb ide utazni, mert olyankor jön leginkább a térség. Tavasszal elkezdik a munkálatokat, ősszel pedig szüretelnek. Tokajra nem igazán jellemző, hogy turistáknak is lehetőséget adnak a szüretelésre, mivel az aszószüret nehéz és bonyolult,
kézzel végzik és szakértelem kell hozzá, nem állhat be akárki, inkább a megfigyelésre van lehetőség. A kilátóból azonban csodás panoráma nyílik a vidékre és a környező településekre. Vannak, akik már nem élnek Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Tokaj közelében, mégis néha-néha visszalátogatnak barátjukkal, családjukkal. Jártam erre, elég sokat változott ez a környék, jó irányba fejlődött, elég sok turista megfordul erre. Tudnál ajánlani azoknak a turistáknak, akik eljönnének ide szívesen Tokajba, hogy megnézzenek pár dolgot, illetve felfedezzék a várost? Igazából ajánlom szeretettel ezt a kis kilátót, illetve a nagy, tehát a tévétoronyhoz felvezető úton tekintsék meg a kilátást, mert ott is gyönyörű panoráma van, tehát ott igazából az egész tarcali részre, illetve Tokaj, tehát ott a környező településekre láthatunk. A kirándulók egyik kedves városa Tokaj, hiszen a Bodrog parton való sétától a történelem felidézéséig mindenre van lehetőségük. Az éttermekben finomabbnál finomabb ételek is borok várják őket, és a boltokban is sok időt el lehet tölteni az ajándékok között. Ennek köszönhetően örömmel mondta a polgármester, hogy tavalyhoz képest idén nőtt a forgalom a városban. A számokat, ha végignézzük, akkor egyértelműen azt lehet mondani, egyre többen keresik fel a kisvárost, bővül is a szolgáltatások száma, és én azt gondolom, hogy ez a jövőben még kedvezőbben fog alakulni. Ha csak abból indulunk ki, hogy ugye nagyon kevés olyan hely van, ahol próbálják a vizet is kihasználni, és ugye Tokajban van az egyedüli itt a Felső-Tiszán, ahol lehet sétahajókázni. Ezt gondolom, ez is vonzóvá teszi a települést. Illetve, hogyha csak azt nézem, hogy egy vállalkozó alapon egy városnéző kisvonat is megél a városban, szerintem ez is azt jelzi, hogy egyre több a turista, és amikor találkozom az a kisvonattal, akkor látom, hogy majdnem minden esetben teltházzal közlekedik. Ez számomra is azt jelenti, hogy egyre többen keresik fel kisvárosunkat. A finom ételek, a mennyei borok, a kellemes környezet és a tiszta levegő egyszerre egy helyen nyújt a turistáknak megnyugtató érzést. Éppen ezért szeretnek ide látogatni a feltöltődni vágyók, nem csak egy, hanem több napra is. Negyedik alkalommal várták egy hetes kézműves táborba Szirma Besenyőn a gyerekeket július 16 és 20 között. A kikapcsolódás mellett többek között a szülők tehermentesítése volt a cél. A legtöbb családban a szülők, esetenként még a nagyszülők is dolgoznak a nyári szünetben, így nehezen tudják megoldani a gyermekek elhelyezését. Erre a problémára nyújt megoldást ez az önkormányzat által szervezett tábor is, amely rengeteg érdekes programot kínál kicsiknek és nagyoknak egyaránt. A település polgármestere elmondta, hogy nem csupán ezen a héten várták a szervezők a táborozókat. Hát elég változatos programokat kínálunk, hiszen van lovas táborunk, kézműves táborunk, tavaly bejött új elemként az ökotábor, és az idén pedig szintén bejött új elemként egy úgynevezett testvértábor. Tavaly decemberben létesítettünk testvértelepülési kapcsolatot a kárpátaljai Huszt városával, és onnan fogadtunk egy 8 fős gyermekdelegációt egy fő tanár kísérettel. És aznek az volt a specialitása, hogy gyakorlatilag nem egy központi szálláson voltak elhelyezve, hanem itt helyben, Szirma Besenyőben kerestünk úgynevezett befogadó családokat, ahol szállást kaptak a gyerekek. Visszatérve a kézműves táborba, elmondható, hogy idén is változatos feladatokban vettek részt a fiatalok. Csomósné Rózsa Judit negyedik éve vezeti Szirma Besenyőn a kézműves foglalkozásokat. Évről évre nagy szeretettel jön, hiszen örömmel tölti el a fiatalok lelkesedése, valamint elkészített munkájuk. 23 gyerek van jelenleg a táborban, aki nagyon ügyesek, nagyon fogékonyak, nagyon-nagyon érdeklődő csapatom lett az idén. Ezek a gyerekek nagy része már 80%-a visszatérő a táborban. Tudom, hogy negyedik éve folyik ez a tábor, és gyerekek egyre szívesebben jönnek vissza a táborba. Semmi nem volt kötelező, mindenki saját belátása szerint döntött, mit és hogyan szeretne elkészíteni, miután megnézte a technikáját. A foglalkozásoknak köszönhetően a diákok kiélték kreativitásukat, amelyhez minden eszköz adott volt.
Többek között elsajátították a dekupás technikát, valamint homokképet is készítettek, amelyről büszkén számoltak be. Van egy ilyen ábra, vannak rajta ilyen matricák, leszedjük, van a homok, ez az ilyen színes homok, és rászúrod, a végén meg kész, de még le kell fújni ilyen lakkal, hogy ne jöjjön le róla a homok. Az elkészült alkotásokat a tartóság érdekében fújták le, majd hagyták, hogy megszáradjon, ami utána lakás vagy az osztályterem díszeként szolgálhat. Újrahasznosított újságpapírból baglyot, illetve alátétet formáztak, és a varrást is kipróbálhatták. Eddig dekopázsoltunk, vartunk macskát, aminek a végére már egy kicsit már kezdtem ideges lenni. Miért? Mert egyszerűen a cérna elszakadt. Miközben vartam, elszakadt a cérna. És most készítettük ezt a homokképet. Az 5 nap alatt számos új kézműves technikával és hasznos ismeretekkel lettek gazdagabbak a fiatalok. Mindenki lelkesen dolgozott alkotásán, a humor és a jó hangulat egész héten jelen volt. Szorgos munkájuk gyümölcsét büszkén mutatják majd meg szüleiknek. A Hello Wood 2017-ben a Tokaji borvidéken rendezte meg Építész Mustra 17 elnevezésű építésfesztiválját. Ezt a fonalat követve 2018-ban is ezen a helyszínen rendezik meg az Alkotófesztivált. Ezúttal 8 településre terveztek fa installációkat. Magyarország összes építészeti képzéséről és a Magyar Képzőművészeti Egyetemről érkezik a Tokaj Borvidék Fejlesztési Tanács támogatásával, az a 150 építészből és hallgatóból álló csapat, akik idén 8 helyszínre terveztek alkotásokat. Bekecsen, Bodrogkeresztúron, Bodrogkisfaludon, Galopon, Rátkán, Szegiben, Szerencsen és Tarcalon készülnek majd ezek az építmények. A program célja, hogy felhívja Magyarország figyelmét a tokaji borvidék egyedülálló adottságaira, valamint természeti, kulturális és épített örökségeire. Az oktatási projekt célkitűzése, hogy a fiatalok és vezetőik ráhangolódjanak a helyi jellegzetességekre, és az Y-generáció friss gondolataival bővítsék a régió megújulásának diskurzusát. Alapvetően ezt kell látni, hogy itt építész hallgatók egy fél éves munkája valósul meg. Nehéz azt mondani, hogy ilyet csinálj, vagy olyat csinálj. Ez az ő varázslásuk, az ő ötletük, aminek a szempontjait meghatározunk közösen a helyiekkel és a Tokaj Fejlesztési Tanáccsal is, hogy milyen fókuszt, milyen területre érdemes vinni. A Hello Wood szeretné segíteni az egyetemek közötti együttműködést is. A fiatalok közös gondolkodásának elősegítése olyan konkrét helyzetekben, környezetben, ahol egy teljes projektet vihetnek végbe, megtapasztalva a felelősséget mind a saját csapatuk, mind az adott közösség és környezet iránt is felbecsülhetetlen. A hallgatók csapataikkal már a tavaszi fél év során hozzáláttak az előkészületekhez, az építést azonban július 22-én kezdték. Az, hogy itt ez a 150 egyetemista együtt dolgozik azért, hogy aztán létrejöjjessen egy építészeti objektum, és aztán annak a sikerélmény, hogy ezt ők megépítették egy hét alatt, amit senki nem hiszi, hogy egy hét alatt egy ekkora projektet létre lehet hozni, és utána jönnek ide zarándokolnak a szülőkkel, a család, a barátok, az ismerősök, rengetegen jönnek vissza, ez is nagyon fontos. De az, hogy jöjjenek ide olyanok is, akik eddig egyszerűen valamiért nem voltak elég aktívak, hogy meglátogassák ezeket a területeken, mert azt mondták, hogy a Balatonon ott legalább ott van egy tó, mit megmutatjuk itt bizony, milyen izgalmas tájépítés és építészeti örökség van. A tábor felbecsülhetetlen gyakorlati tapasztalatot jelent a diákoknak. Az egyetemek elméleti képzését kiegészítve, a hallgatók az ötlettől a megvalósulásig végigkövethetik a munkafolyamatokat, és maguk építhetik fel az installációkat a Hello Wood csapatának szellemi támogatásával és szakembereinek praktikus megoldási javaslataival. A projektben szereplő 8 helyszín egyike Szerencs városa, ahova 2 installációt is terveztek. A Debreceni Egyetem Füstölő nevű építménye optikai illúzióként idézi majd meg a Szerencsi Cukorgyár műemléképületének kéményfüstjét. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem pedig a fák koronájára néző kilátót épít a Fenyvesben. Én tavaly az Észak-Magyarországon keresztül figyelemmel kísértem ezeket az alkotásokat, és jónak tartottam. És akkor egy délután bejártuk Szerencsnek a nagy részét, ami lehetséges helyszín volt.
és én azt hiszem, hogy két olyan helyszínre sikerült rá találni, tapintani, ami a szerencsieknek, de az ide érkezőknek is fontos. A Bekecsi Nagyhegyre vezető tanösvényre, ahonnan csodálatos panoráma nyílik Tokaj hegyaljára, a Szent István Egyetem Ybl Miklós építéstudományi kara a szakrális hangulatra és a természeti környezetre épülő tátos sátrat emel. Nagyon örültünk a Hello Wood lehetőségének, és egy kicsit irigykedve figyeltük a többi települést, aki már részesült ebbe a projektbe, hogy tudott építeni együttműködve velük valami szép installációt, és én úgy gondolom, hogy ez nem csak arra lesz, hogy a helyiek egy új dolgot tekintessenek meg, hanem a Hello Wood hírnevének segítségével másra is el fognak jönni, és nem csak ezt az installációt, hanem az egész tanúsvényt meg fogják tekinteni majd a látogatók. Tokaj hegyalja gazdag hagyatékkal rendelkezik. A Hello Wood és a hallgatók, valamint az építészek által tervezett és megvalósított munkák azonban felpestítik a térségek identitásához kapcsolódó gondolkodást és látványt. Nem utolsó sorban az egyetemisták előtt hatalmas lehetőség áll, hiszen a július 29-ig tartó táborban végzett munkájuk gazdagítja szakmai képességeiket. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság július 21-én az Emődi autópálya alosztály illetékességi területén légi megfigyeléses akciót szervezett a szabálytalanságot elkövető teher és személygépjárművezető kiszűrésére. Helikoptert, autót és motort is bevetett a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság Emődi autópálya alosztálya a szabálytalankodó sofőrök kiszűrésére. Az ellenőrzés során rendőrségi helikopterről figyelték a szabálytalan gépjárművezetőket. A pilóták értesítették a szolgálatot teljesítő járőröket, akik megállították és ellenőrizték a szabálytalan járművezetőket. Alapvetően a jogszabály bizonyos esetekben, bizonyos szabálysértések esetében fix bírságot rendel a szabálysértéshez, ez szabálysértésenként eltér, alapesetben pedig 5-től 50 ezer forintig terjed a bírságnak az összege, ez a rendőrnek a mérlegelése alapján történik. Kiemelt figyelmet fordítottak a nehéz tehergépjárművek előzési tilalmának betartására, valamint az autópálya leállósávján történő haladásra és megállásra. A rendőrség tapasztalatai szerint az esetek túlnyomó részében a sebességhatárok túllépése, a szabálytalan előzések, a leállósávon való közlekedés, a biztonsági övek használatának hiánya, illetve a mobiltelefon vezetés közbeni használata miatt kell intézkedni. Nem túl gyakoriak a helikopteres ellenőrzések nálunk, de minden esetben, amikor erre lehetőség van, akkor megigényeljük ezt a helikoptert. Nyilván a visszatartó erő a folyamatos ellenőrzésben és a folyamatos kontrollálásban van, hogy az emberek egy picit így jobban bevésődjön az, hogy a szabályok betartása mellett, saját maguk mellett mások testépségére is jobban oda tudnak figyelni, és jobban tudnak vigyázni egymásra, hogy mindenki hazaérjen. A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőrfőkapitányság a jövőben is kiemelt figyelmet fordít a szabálytalanságot elkövető gépjárművezetők forgalomból történő kiszűrésére, hogy tovább javuljon a közlekedők biztonsága. 22 szórakozni vágyó gyereknek szervezett egyhetes nyári napközis tábort a Bekecsi önkormányzat július 16 és 20 között. A szervezők minden nap színes programokkal várták a fiatalokat. A Bekecsi tábor első napján, július 16-án a gyerekek a Bányai lovastanyán jártak, ahol megismerkedtek az állatokkal, kipróbálták a lovaglást és ügyességi játékokkal kapcsolódtak ki. A legkisebb táborozó 5,5 éves, míg a legidősebb 4. osztályos. A 10 esztendős Réka örömmel érkezett a táborba, és jól érezte magát. Kiemelte a hétfői lovaglást, de a többi programban is szívesen részt vett. Régebben is lovagoltam, de most is felültem a lóra, és szeretek lovagolni. Jól érzem magam, sok a társaság, és sokat beszélgetünk, játszunk, vicceskedünk, filmet nézünk. A tábor koordinátora és a segítők mindent megtettek azért, hogy minél változatosabb feladatokkal kössék le a fiatalok figyelmét. A cél az lenne, hogy Bekecsen azok a fiatalok, akik inkább általános iskola alsó tagozatába járnak, és még nem tudnak otthon maradni, és szeretnek kreatívkodni, együtt lenni, azoknak legyen egy olyan hét, amikor együtt játszanak kötetlenül. Milyen programokon vehettek részt a fiatalok ebben a néhány napban? A hétfői nap a Bányai lovastanyán voltunk, ahol egy délelőttöt töltöttünk el. Ott a régi hagyományos játékokkal ismerkedhettek a gyerekek, akadálypályán mentek át, lovagolhattak,
és egy kis szabadtéri kikapcsolódás, úgy gondolom, hogy mindenkinek nagyon jót tett a játszótéri eszközökkel együtt. A koordinátor hozzátette, hogy sok felajánlás és segítség érkezett hozzájuk, amikkel még hangulatosabbá tették a gyerekek kikapcsolódását. A táborlakók többek között kézműveskedtek, dekupás technikával cserepet és kanálbábot készítettek, társasjátékoztak, délutánonként pedig lehetőségük volt arra, hogy videófilmet nézzenek és pihenjenek. A hét második felében a szervezők összehozták a szépkorúakat és a diákokat a művelődési központban azért, hogy a tapasztaltak segítségével csőrögét készítsenek. Együtt nyújtották a tésztát, formázták és sütötték, majd később jó ízűen elfogyasztották. A Szerencsi Rákóczi Zsigmond általános iskolából érkezett 9 éves István is bekapcsolódott a csőröge készítésébe, nagy lelkesedéssel és odafigyeléssel nyújtotta és vágta a tésztát. A változatos programoknak köszönhetően minden gyerek megtalálta a legkedvesebb elfoglaltságot. Volt, akit a pecázás kötött le, míg a többiek különféle ügyességi és csapatversenyen mérték összetudásukat. A táborozók új élményekkel és hasznos tapasztalatokkal gazdagodva tértek haza a mozgalmas hét után. Közlekedésfejlesztési program részeként kezdődtek útfelújítások Szirmabesenyőn, ahol parkolóbővítés, járdasziget és buszöböl kialakítása is megvalósul. Az érintett útszakasz július 10-én adták át a kivitelezőnek, és várhatóan 30 nap múlva befejezik a munkálatokat. A 26-os utat Sajóvámossal összekötő és Szirmabesenyőn átmenő 2619-es út felújítása történt meg központi állami program segítségével. Mintegy 43 millió forintos önerővel kiegészítve Szirmabesenyő úgynevezett forgalomtechnikai beavatkozásokat végez el az útszakazon. A több évtizede elhanyagolt aszfaltréteg cseréje már régóta szükséges volt, hiszen a balesetveszély mellett a rossz minőségű út az erre közlekedő járműveket is megviselte. Ez gyakorlatilag jelent egy forgalomcsillapító járdaszigetet és egy új gyalogátkelőt az iskola előtt. Ami már most el is kezdett épülni, az a boltnál parkolóbővítés a sportpálya mellett, illetve hogy bejövünk a településre, a Vasút utcánál és az iskola utcánál átépítjük a buszmegálló öblöket. Teljes értékű buszmegálló öblöt alakítunk ki, összesen 4-et. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag, ha megáll a volánbusz, akkor nem foglalja el a sávot, baleseti gócpontok csökkennek ezáltal, hiszen nem lóg bele a sávba, tehát akár a autóknak a kikerülés, akár a gyalogosoknak az átkelés a járdán. És hát majd jövőre szeretnénk természetesen új buszmegállókat is, tehát magát a felépítményt is kicserélni, mert már eléggé ütött-kopottak ezek, úgyhogy ez azt gondolom, hogy egy elég nagy beavatkozás most itt a településen, nem csak az építés ideje alatti forgalomkorlátozások miatt, hanem hát tényleg megújul ez az út, és ezekkel az új elemekkel fog bővülni. Az érintett útszakaszt július 10-én adták át a kivitelezőnek a felújítás megkezdésére, aki összesen 30 napra vállalta az elkészítését. Információink szerint a 2619-es számú út állomás utcai átkelési szakaszát az általános iskola előtt július 23-30 között teljes keresztmetszetében lezárják, a forgalmat pedig útiránytjelző táblák segítségével a Kossuth utca felé terelik. Jubileumi kerti partit tartottak a Tarcali Polgárőr Egyesület fennállásának 20. évfordulója alkalmából. Köszönetet mondtak az önkéntesek áldozatos munkájáért, és együtt emlékeztek a nehézségekre és sikerekre, amelyeket átéltek az elmúlt 2 évtizedben. Szabadidejüket nem kímélve, családjuk megértésével azon dolgozik Tarcalon is a közel 500 polgárőr, hogy a településen élők éjszaka nyugodtan tudjanak aludni, és biztonságban érezzék magukat a nap minden szakában. A rendezvény kezdetén Butta László polgármester üdvözölte a vendégeket, majd kiemelte, hogy az egyik legbiztonságosabb település lett Tarcal, ami a polgárőrök fáradhatatlan munkájának is köszönhető. A környéken nálunk alakult meg először a polgárőrség a településünkön. A 20 év alatt nagyon számottevő az az eredményt, amit elértek a polgárőrök, által a rendőrség is. Az utóbbi években egyre jobbak a statisztikai adatok, ami a bűnözés tekintetében a településünket érinti. A polgárőrség egyben összetartó erő is, hiszen közel 50 fő van ebben polgárőrségben, közel 50 ember dolgozik,
És ezek az emberek, úgymond a mai világban már az összetartó erő nem nagyon van meg az emberek között, mindenki rohan, ezek az emberek viszont összetartanak, éjszakákat áldoznak arra, saját szabadidejüket áldozzák fel arra, hogy mi, az itt élő emberek nyugodtan aludhassunk, az itt élő vállalkozók nyugodtak lehetnek, mert nem törnek be a vállalkozásaik telephelyére. És én úgy gondolom, hogy példaértékű az a munka is, amit a rendőrséggel és az önkormányzattal együtt meg tud teremteni ez a polgárőrség. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a megyei és az országos polgárőrszövetség is elismerte a település polgárőrének munkáját, hiszen 2016-ban Borsod megyéből egyedül Talca település kapta meg a polgárőr település címet. Az önkormányzat éves szinten 700 ezer forintos benzinköltséggel támogatja a polgárőrség munkáját. A jubileum alkalmából 1 millió 400 ezer forinttal segítették őket, amiből egy Suzuki terepjárót vásároltak, ami megkönnyíti közlekedésüket a településen és a határban. A megnyitón Pataki Sándor egykori városvezető is örömmel emlékezett vissza arra, hogy a polgármesteri időszaka alatt sikerült létrehozni a polgárőrséget a településen Lovász Lászlónak, akik ma is sikeresen látják el feladataikat. A képviselőtestület elismerésben részesítette a Polgárőr Egyesületük elnökét, aki az elmúlt évtizedek alatt kiemelkedő munkát végzett kollégáival. Most büszke vagyok rá, hogy ennyit tudtunk segíteni, mi is a rendőr munkájához ennyit hozzá tudtunk tenni a közbiztonságért. Milyen feladatokat látnak el a településen? Mi tűz, víz, áramkimaradás, büszkén mondom, ha áramkimaradás van, nem mindig örülök, de viszont ugye nem sértek meg vele senkit, hogy akár éjszaka egy órakor is felköltenek, hogy itt meg itt nem még a villany, úgyhogy erre büszkék vagyunk mi erre is, úgyhogy minden ránk hálol, de becsülettel elvégezzük, és nagy köszönet egyáltalán, hogy szólnak az emberek, tehát mi megnyerjük a bizalmukat az embereknek, és ebbe a világba nagy büszkeség. Elismerően szólt a tarcali önkéntesekről Csóra György, a Borsod-Abolcs-Zemplén megyei polgárőrszövetség elnöke, az Országos Polgárőrszövetség alelnöke. Kiemelte, hogy az önkormányzattal és a rendvédelmi szervekkel együtt tudnak dolgozni. A legfontosabb azonban szerinte a lakosság elismerése. Az én szememben a polgárőr egy olyan ember, aki a közösség érdekében a szabad idejét feláldozva, uram, bocsán, még néha a családja rovására is, teszi a dolgát, próbálja megelőzni azokat a nem kívánatos eseményeket, cselekményeket, ami az emberek életét befolyásolja. Ahogy mondtam is, arra törekedtünk, hogy az általunk megtermelt javakat mi élvezzük, a gyerekeink nyugodtan tudjanak menni iskolába, és az idős emberek nyugodtan tudják lehajtani a fejüket. Elértük azt, és elérte a tarcali polgárőrség azt, és azt hiszem ez a legnagyobb kézzelfogható eredménye a tarcali polgárőrségnek, hogy az önkormányzat testülete próbe díjat adományozott a polgárőröknek. De még ez a kitüntetés hagyján, de az, hogy az itt élő emberek azt mondják, hogy kell a polgárőrség, szükségünk van a polgárőrökre, ez mindenél többet mond. Az elnök hozzátette, hogy nagy figyelmet fordítanak a fiatalokra is, ezért többek között táborokat és előadásokat szerveznek számukra, és bekapcsolódhatnak a polgárőri munkába. Az ünnepi eseményen jutalmazták is az önkénteseket, akik az Egyesület logójával ellátott porcelán érmét kaptak munkájuk elismeréseként. A történelmi egyházak képviselői megáldották a polgárőrök munkáját és az ételeket, majd a születésnaphoz kapcsolódóan a tűzijátékkal díszített tortát közösen fogyasztották el. Ezt követően pedig együtt emlékeztek a nehézségekre és sikerekre, amelyeket átéltek az elmúlt két évtizedben. A gesztei diákok idén is szép számmal érkeztek a banyári táborba, ahol különböző programokon vettek részt. A gyermekek nagy odaadással simogatták a belegrádi lovastanya állatait a nyárias délelőttön. Míg a társaság egyik része a lovaskocsis túrát élvezte, a többiek foci mérkőzésen mutatták meg ügyességüket. Egy hetes nyári napközis táborba várták a gesztei és a környező településen élő gyerekeket júliusban. A legtöbb családban az anyukák és az apukák, sőt még a nagyszülők is dolgoznak a nyári szünetben, így sokan nehezen tudják megoldani a gyerekek elhelyezését. Erre a problémára nyújt megoldást Gesztei Község önkormányzata, hiszen 3 éve szerveznek minden nyáron szabadidős programot általános iskolásoknak.
Idén interaktív kézműves foglalkozásokkal, kirándulásokkal kedveskedtek a községben és a szomszédos településen élő kicsiknek. Táborunk célja az volt, hogy a szülőknek egy kis segítséget nyújtsunk abban, hogy a gyermekek elhelyezését megoldjuk, és olyan kikapcsolódási programokat, olyan lehetőséget nyújtsunk nekik, ami élményé varázsolja nekik ezeket a tábori időszakokat. Ebben az esztendőben egy hetes táborral készültünk a gyerekeknek. Minden napunk azt mondhatom, hogy interaktív, hiszen mindig úton vagyunk. Voltunk szerencsén a Játékmúzeumban, voltunk a Várkertben, meglátogattuk a Szerencsivárat, és a mai nap pedig Belegrádba jöttünk, és lovaglási lehetőséget nyújtunk a gyerekeknek. 16 gyerekünk van ebben az esztendőben, vegyes korosztály, 6 éves kortól 14 éves korig fogadtuk ebben az esztendőben a gyerekeket. Akik kiskorukban részt vettek már valamilyen táborban, azok bizonyára nagyon jól tudják, hogy egy életre szóló élmény, hiszen gyermekként mindenki évekig aktívan emlegette barátainak a felejthetetlen tapasztalatokat. Rajzoltunk, színeztünk, mindent. Énekeltünk, paraosztunk, és sok jó dolgot. Ez is tetszett nekem, és sok minden. Lovagoltunk, és mindent tetszik nekem, tehát lehet, hogy jövőre is szeretnék majd jönni. Azért jöttem én el a táborba, mert voltam már táborban egyszer. És tetszett neked ez a tábor? Igen. Én azért jöttem el, mert sok mindent tanulhatunk, meg játszunk, énekelünk, karaokézunk, rajzolunk, és más-más különleges dolgot próbálhatunk ki. A szervezők ez alatt az egy hét alatt olyan programokkal készültek, amelyek felejthetetlen élményeket nyújtottak a kicsiknek. A 3 év tapasztalata annyit nyújtott már nekünk, hogy körülbelül látjuk azokat az igényeket, ami a gyerekek részéről felmerül. Többek között ugye nagyon sok olyan gyerekünk van, aki már a tavalyi előtti esztendőben is itt volt, és ők inkább kézműveskednek. Tehát próbálok mindig olyan programot szervezni, ami minden gyermeknek olyan lehetőséget nyújt, ami az érdeklődési körének megfelel. A szervezők azt a célt tűzték ki maguk elé, hogy ez alatt a pár nap alatt elérjék, hogy a gyerekek kihasználják fantáziájukat, kreativitásukat. A nebulók rengeteg élménnyel gazdagodtak az 5 nap alatt, és már most várják a jövő évi nyári tábort. Az élethez kell egy kis szerencsi. Ezzel a mottóval tartottak találkozót Budapesten azoknak a szerencsieknek, akik már nem ott élnek, mégis fontosnak tartják szülővárosukat. A résztvevők Balogh Sándor meghívására a Király utcai Apropó bisztróban gyűltek össze egy különleges vacsorára. Élő zenével, különleges vacsorával, tortával és persze sok-sok szerencsivel várt a vendégeit az Apropó Bistró Budapesten. Balogh Sándor meghívására olyan elszármazott szerencsiek érkeztek, akik fontosnak tartják, hogy rendszeresen tartsák a kapcsolatot szerencsi rokonaikkal, barátaikkal. Valójában visszaidézzük a régi szép emléket, hiszen lehet hallani a beszélgetésekből, hogy mindenki a régi múltból akar élni, abból nem is lehet, de hozzásegíti a minél szebb élethez. A szerencsiek összetartozását mi sem bizonyítja jobban, mint hogy igen hamar vidám hangulat kerekedett, mely az élőzene mellett persze a jó társaságnak is köszönhető. A szerencs mindent, a mindent jelenti. Hát ott születtem, ott nőttem fel, arra húz a szívem, ott legyek a családom, ott nőttem fel, ott lettem ilyen okos fiú, mint amilyen most vagyok, meg ilyen szép. Szerencse. Minden szerencsnek köszönhetek. Itt nem tudjuk úgy tartani a kapcsolatot, mint szerencsen. És ezért fontos, hogy legyenek ilyen fórumok, amikor ezeket a szálakat föl tudjuk frissíteni. Azt is megtudtuk, milyen emberek találkoztak aznap este, illetve hogy kinek mit jelent szerencs. Azok, akik tényleg szeretik egymást, és gyakorlatilag régi szerencsiek, de már nem az én korosztályom, de attól függetlenül én nagyon jól érzem magam, és örülök, hogy ezen a találkozón részt vehetek. A szerencsiek számomra egy olyan fajta közösséget, egy olyan közösségi élményt jelentenek, amit itt sajnos Budapesten nem igazán tudunk megélni. És pontosan ez a társaság is bizonyítja azt, hogy ennek van érdeme. Mindenkinek mondom, aki szerencsi, hogy aki fent van a Facebookon, az figyelje ezeket a posztokat, és a szerencs pultját próbáljuk meg öregbíteni az elkövetkezendő időben.
A nyári felkészítő, erő- és állóképességfejlesztő edzőtáborok jó alkalmat teremtenek a sportolóknak arra, hogy fejlesszék képességeiket. Éppen ezért tartottak nyári edzőtábort július 18-a és 20-a között Szerencsen a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepen az U19-es korosztály játékosainak. Nagy László vezetőedző tartott különféle erőnléti gyakorlatokat azért, hogy a következő bajnoki szezont felkészülten várja a csapat. A 2017-18-as bajnoki szezon végeztével sem álltak meg a szerencsi sportolók, akik edzőtáborban próbálták még jobb fizikai és erőnléti állapotba hozni magukat. A Szerencs Városi Sportegyesület U19-es korosztályú utánpótlás csapata is pontosan így gondolta ezt, akik háromnapos tréningen vettek részt. A nyári felkészülési időszak elengedhetetlen része egy labdarúgó együttes életében. A gárda július 18-án érkezett a Tatai Zoltán ifjúsági sporttelepre, ahol Nagy László vezetőedző irányításával vette kezdetét a munka. Két játékosunk távozott, Jakab Balázs eligazolt a Tokaj csapatába, valamint a kapusunk Madarasi Attila Bence pedig a Már csapatát erősíti tovább. Két próbajátékosunk van, az egyik Sác tájáról, a másik pedig kisebb kihagyás után szintén tájáról szeretnénk csatlakozni a csapathoz. Miért is fontosak ezek az edzőtáborok, és milyen gyakorlatokat végeznek itt a játékosok? Hát egyrészt a csapat összetartás az nagyon fontos, valamint hát az erőgyűjtés a legfőképpen, mert azért 90 percet végig futni azért az nem egyszerű dolog. Nagyjából olyan 18-20 fős keretünk van. Hát tervet azt még egyre nem nagyon tudok mondani, mert elég erős megyei első osztály van kialakulóban. Gondolok itt a NB1-es Mezőkövesd megye 1-es csapatot indít. Hát szeretnék benne lenni az első ötbe. U16-os csapat, ugyebár tavaly az első helyezést értem, amit gratulálok nekik. Legalább 6-8 fő most csatlakozik az IFI-nek a keretéhez. Ez fixen már csak az IP-vel fognak játszani, de nekik elég sok erőt kell gyűjteni, mert az U16-os bajnokság a 19-estől azért kicsit gyengébb. A 90-120 perces foglalkozások a játékossá válás építőkövei mentén történtek. Nagy László igyekezett a programokat úgy tervezni, hogy az tartalmazza az egyéni képzés, a párharcok, a kisjátékok és a játékrendszeri ismeretek széles tárházát. A csapattagok egy egyedülálló edzésfajtával, a bosúval ismerkedtek meg a tréningen. Ez egy speciális, egyedülálló sporteszköz, amely instabil közeget hoz létre edzés közben. Ilyenkor nem csak egy-egy izomcsoport dolgozik, mint a hagyományos munka közben, hanem instabil közegben aktivizálódik az összes izom és az idegrendszer, hiszen ilyenkor meg kell őrizni az egyensúlyt. A focisták a gyakorlat közben az edző irányítása mellett hajtották végre a különböző nehézségi utasításokat. Egy másik feladatban a rövidpasztos játékot gyakorolták a fiatalok, akiknek sokszor nagy szükség van a pontos érintésre a mérkőzéseken. Ezzel egyidejűleg a D-Bands tréning előnyeit is megtapasztalták a sportolók. A tért fölé előre és hátulra felcsatolható két rövid gumikötél egyidejű ellenállásának legyőzésével működik, a láb és csípőizomzat mozog mindeközben, amely robbanékonyságot, dinamikát és gyorsaságot is fejleszt. Hát ez az edzőtábor nagyon nagy mértékben segíti a következő szezonra való felkészülésünket, mind mentálisan, mind fizikailag, illetve így az új csapattársakkal is meg tudunk teljes mértékben ismerkedni, és így az edzővel is jó kapcsolatba kerülünk. Az izzasztó edzése mindenki technikás feladatokkal fejlesztette készségeit. A foglalkozás végül félpályás labdás gyakorlattal ért véget, amely nagymértékben elősegíti a labdarúgók következő idényre való fizikai és technikai felkészülését. Az Országos Meteorológiai Szolgálat Miskolci veszélyjelző és szolgáltató iroda tájékoztatása szerint a következő napokban is meleg, füllett idő várható, emiatt egyre inkább fokozódik a hőség. A sok napsütés mellett gomoly felhők képződnek, amelyekből kezdetben még csak helyenként, majd a jövő hét elejétől már elszórtan kell záporra, zivatarra számítani. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, de zivatarok környezetében átmenetileg megerősödik. Reggelre általában 20 fokig csökken, míg délutánra 32 fokig emelkedik a hőmérséklet. A térségben front hatásra nem kell számítani. Tisztelt nézőink! A Globo Televízió heti közéleti műsorát a Globo magazint látták. Új adással legközelebb augusztus 5-én várjuk Önöket. Címünk 3900 Szerencs, Rákóczi út 43 szám. Telefonszámunk 47-es körzet 361-156. E-mail címünk szerkesztőség@globotv.hu.
Elérhetőségeinken várjuk észrevételeiket, kérdéseiket, javaslataikat. Honlapunkon a globotv.hu-n a hét minden napján olvashatják friss híreinket. Köszönöm, hogy velünk tartottak, és a jövőben is várjuk Önöket a képernyő elé. Viszontlátásra!